Előző héten csütörtökön nyílt kiállítás Maskarában, fotókiállítás a Múzeumkert kerítésén címmel. Erről fogunk beszélgetni a kiállítás kurátorával, Lengyel Beatrix-szal. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívásukat és érdeklődésüket. Maskarában, ebből a szóból arra lehet következtetni, hogy beöltözött, illetve jelmezes emberekről készült ez a fotógyűjtemény. Mi látható pontosan a kiállításon? A kiállítás az egy mini kiállítás, ezt hozzá kell tennem. A Nemzeti Múzeum kerítését az utóbbi időben a múzeum megpróbálja használni részben a bent lévő kiállításainak a figyelemfelhívó helyének, tehát bizonyos tárgyakról, vagy mint Kelet Éva kiállítása esetében fotókat teszünk ki, illetve most már második alkalommal részt veszünk a Budapest Fotofesztivál programjában, ami ebben az időben zajlik, most nyitották ezt is múlt hét csütörtökön, és ennek keretében nyitottuk meg ezt a kis kiállítást, illetve pontosabban nem is nyitottuk meg, hanem kitettük a kerítésre azt a 9 képet, amit a kolléganőmmel, Bai Etelkával válogattunk. Ezeken a képeken olyan neves emberek láthatók, akik valamilyen alkalommal beöltözködtek, vagy farsangi, tehát egy olyan mulatságon, ami a mulatságért szólt, vagy adott esetben, és ez nem ritka a 19. század második felében, jótékonysági céllal. És arra gondoltunk, hogy érdekes lehet Aponyi Albert grófot, Teleki Pál miniszterelnököt, vagy akár Vastag György festőművészt látni nem hagyományos viseletben, hanem valamilyen maskarában, amit magukra öltöttek egy alkalommal. Mit lehet tudni egyébként a fotókiállításnak az előkészületeiről? Hogyan találtak rá ezekre a fotókra? Ezek ugye a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában több tízezer portrét őrzünk, és hát a milliós gyűjteményünkben sok olyan kép van, amin farsangi vagy jótékonysági bálok, más társadalmi eseményeknek a képeit is őrizzük. És ezek közül jó néhányat már Bai Etelka kolléganőm az Arisztokráciáról szóló Mágnások és Kastélyok című könyvében kiválogatott, mivel nagyon érdekesek, nagyon szépek, vagy különleges személyeket ábrázolók voltak, és jellemzőek a 19. század második felére. És úgy gondoltuk, hogy a Budapest Fotofesztiválra valami olyat kellene csinálnunk második alkalommal, amin most a farsanghoz, a bálozáshoz, a jótékonysági összejövetelek maskarás változataihoz kapcsolódjunk. És ezért ezekből a képekből részben, amiket már Etelka válogatott, részben még kerestünk hozzájuk néhány képet, ami illett a témához. Kifejezetten magyar alakokat mutat be a fotógyűjtemény? Igen. Itt most kifejezetten magyar személyeket. A cél az volt, a fő cél, hogy olyan személyek legyenek, akiket úgy többé-kevésbé ismerünk. Tehát legalábbis hallottunk róluk, és így a szép kép, a szép és érdekes kép önmagában is egy kicsit figyelemfelhívó, oda vonza a tekintetet, ez az első réteg. A második réteg, hogy elolvassa valaki a feliratot, hogy ki is az a személy, és mert nem, egyáltalán nem olyan könnyű megismerni őket, és a harmadik az, amikor elolvassa azt a pársoros ismertetőt, amiből megtudja, hogy az illető, aki a képen látható, milyen célból, milyen alkalomból öltözött pont abba a maskarába. Természetesen fontos, hogy elmenjük és személyesen megnézzük a kiállítást, de hogyha esetleg valaki nem tud, akkor tudna egy-két példát mondani arra, hogy milyen rendhagyó jelmezekben vannak olyan személyek, akikre mondjuk akár nem számítanánk? Hát, hogyha felidézzük a trianoni békekötés egyik aláírójának, Aponyi Albertnek az alakját, őt ugye öregen ismerjük általában legtöbbször ebben a szerepkörében jelenik meg ma is fotókon. Ő egy rendkívül magas, hórihorgas alak volt, és fiatal korában egy alkalommal Don Quixote-nak öltözött, ami nagyon jól illett az ő alakjához, és az volt a poén a dologban, hogy barátja Bernát Dezső is elkísérte, aki viszont Sancho Panzának öltözött be. Erről a beöltözésről több kép is készült. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a mi gyűjteményünkben egyetlen kép őrzi ezt a Don Quixote-i aponyi alakot, és a Borsoda-Bauxemplén megyei levéltár viszont
egy darab olyan fényképet őriz, amin ők ketten láthatók egymás mögött. Tudjuk, hogy ilyen felvételekkor sok kép készült mindig. Az érdekes véletlen, hogy két különböző közgyűjtemény őrzi ugyanazon eseménynek a két fotóját, és többet sajnos nem is ismerünk. Érdekes Vastag Györgynek a fényképe, aki ugye hosszú ideig ezeknek az ünnepélyeknek szervezője, festője, rendezője volt. Az egyik kedvencem az Széchenyi Hanna grófnőnek, Széchenyi István unokájának, Béla nevű fia lányának a portréja, aki Botticelli Minervájaként jelent meg egy jótékonysági esten, tehát nem farsangi alkalomkor, hanem egy élőképes bemutatón. Őróla tudjuk, hogy a nagyapjához méltón a Tudományos Akadémiát támogatta, és más jótékony munkákban is jelentős részt vállalt. Vagy talán még egyet kiemelnék, amit nagyon kedvelek, Teleki Pál miniszterelnöknek a képét, akiről Ablonci Balázs egy nagyon kitűnő életrajzot írt, és innen tudom az ő életrajzából, hogy a fiatal gróf nagykönyvgyűjtő volt egész élete során, aki ugye nem politikusnak, hanem tudósnak tekintette magát, és fiatal korában egy valamilyen alkalommal beöltözött, de már ott is egy ilyen elgondolkodó fiatalember látszik a képen, és az az érdekesség, amire az előbb utaltam, hogy ő egész életében nagyon szerette az indián regényeket, és még felnőttként is olvasott ifjúsági irodalmat, és valahogy mindig ebben a képben látom azt a fiatal, azt a kis tinédzsert, aki bújja az indián könyveket. Kevés képünk van a fiatal koráról, és azért ez egy különleges darab. Melyik időszakból láthatók elsősorban a fényképek, illetve a fotók? A képek az 1860-as évektől gyakorlatilag 1900 körülig ölelik fel nagyobb részt azt az időszakot ölelik fel, és van egy kakukktojás, egy 20. századi kép a sor végén, ez pedig Aponyi Zseraldinnak a fotója, aki az 1934-es opera bálra öltözött Miminek, és a képnek az az érdekessége, hogy akkor nem publikálták, nem kapott nagy sajtónyilvánosságot, viszont a grófnő pár évvel később, 1938-ban első zogó albán uralkodó hitvese menyasszonya lett, és ekkor mindent, ami az előéletére vonatkozott, akkor ugye a sajtó elővett, és ez a kép akkor kapott igazi sajtónyilvánosságot. Említette, hogy farsangra beöltözött személyek is vannak. Milyen módon, vagy milyen ruhákban ünnepelték akkoriban a farsangot, akár még a 19. században? Gondolom azért nagyon más volt, mint most. Az a farsangi, tehát a farsang az a bálozás időszaka, tulajdonképpen a farsang vége, az utolsó napok azok, amik ugye itt a hanvazó szerda előtti időszakra jellemzőek, de azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen bármilyen, valamilyen színpadi jelme, tehát színpadi előadásnak a jelmezébe bújtak bele, egy festménynek az alakjait jelenítették meg. Tehát a legváltozatosabbak voltak ezek a lehetőségek, és ezt jól ki is használták az arisztokrácia, a nagypolgárság, és azt mondhatjuk, hogy a pestvárosi polgárok is, mert a korabeli sajtó tele van olyan tudósításokkal, hogy jogászbál, tehát mindenféle alkalmat megragadtak a különféle társaságok, hogy összejöjjenek, és ki jelmezben, ki hétköznapi estélyi ruhában jelent meg. Mit tudhatunk a fotósokról, hogy kik ők, illetve akkoriban, akár 19. század vége felé, vagy 20. század elején ők hogyan fotóztak? Hát ezek a képek, amik a múzeum kerítésére most kikerültek, ezek műtermi felvételek. Például az első bevezető tablón levő kép, az egy azért érdekes kép, mert Pozsonyban készült, de a fotográfus Bécsből érkezett, azért, hogy lefényképezze a főhercegi család tagjait, akik éppen egy színi előadáshoz öltöztek be. Ismerjük, szerencsére ezeknél a képeknél ismerjük a műtermek tulajdonosait, akik fényképeztek.
például érdekesség még a korányi, valamelyik korányi gyermeket, Korányi Frigyesnek, a belgyógyásznak a gyermekei, vagy Sándor, vagy Anna, nem tudjuk eldönteni, mert olyan a jelmez és olyan korú a gyermek. Őket például egy nagy sorozat egyik darabjaként Bürch Ágoston udvari fényképész örökítette meg. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és sok sikert kívánunk a kiállításnak és önnek is. Remélem, hogy sokakat fogok látni az ablakomból a kerítésnél nézegetni a képeket. Köszönöm szépen. Mi is bízunk ebben.